erről fogunk beszélni. Vannak-e céljaitok? És hogyha vannak céljaitok, azok mennyire nagyok? Mertek-e igazán nagyot álmodni? Mertek-e igazán nagyba gondolkodni? Mertek? Mert ha mertek, igazat mondtam, tehát valószínűleg mertek, de innentől viszont tessék akkor gatyába rázni magatokat, és dolgozzatok ennél sokkal keményebben. Miért kell ilyen keményen dolgozni? Mert nincs más út, ahol egy, illetve két év alatt megválthatjátok a hátralévő életeteket. Nagyon fontos. Ezt nagyon meg kell értenetek, és ezért hallgassatok azokra az emberekre, akik már ezt megtették. Mert ők belőletek vezetőket fogtok nevelni. Ti mind vezetők lesztek, olyan szintű vezetők lesztek, hogy több száz és ezer embert fogtok vezetni. Sőt, több millió ember lesz alattatok az elkövetkezendő 10 évben. Akkor ezt vegyétek komolyan. Vegyétek komolyan, mert ti példamutató emberek kell, hogy legyetek, akiket érdemes követni. Belenéztetek a tükörbe, és megnéztétek azt az embert, aki veletek szemben áll, hogy ezt az embert ti hajlandóak vagytok-e követni? Mert ha ezt az embert ti hajlandóak vagytok követni, akkor bizony győzni fogtok. De mikor vizsgáltátok meg önmagatokat? Mert másokban keresni a hibát, hogy ezért nem, meg azért nem, meg azért. Van kifogás rengeteg, ezt ti is tudjátok. De bizony, meg kell tanulnotok először magatokat elemezni. Megnézni, hogy mik a pozitív tulajdonságaitok, és mik a negatív. És azt is tudom, hogy az első lépések mennyire nehezek. Ha én most elmesélem nektek, hogy amikor engem kineveztek be direktornak, akkor gyakorlatilag, most is ott áll még az udvaron, egy 98-as Renault-val mentünk el, és nem volt olcsó, tehát nekünk nagyon drága volt az út is, meg a jegy is. Szállásra már nem telt. Amikor megkérdezték tőlem, hogy hol aludtunk, akkor azt szoktam mondani, hogy hajnó szállodába. Tehát igazából benne aludtunk a kocsiba. Mert nem volt rá pénzünk, hogy mit tegyünk. Tehát, hogyha valaki problémákról beszél, akkor én tudom, hogy mik azok a problémák, mert a saját bőrömön tapasztaltam meg gyakorlatilag, mert az előző életemben én megtapasztaltam a jót és megtapasztaltam a rosszat. Voltam 100 pluszban, voltam 20 minuszban. Gondolom tudjátok, hogy miről beszélek. Tehát kellőképpen motivált voltam ahhoz, hogy valamit tennem kell. Pedig én az MLM-et semmire nem becsültem. Semmire. Nekem az csak egy sima ügynöki meló volt. De én azt mondtam, hogy hogyha már ne vésítek, én se MVS, se algoáros, se porszívó ügynök nem leszek. Mindig ezt mondtam. És az első két hónapban, én ugye úgy fanyarodtam rá az MLM-re gyakorlatilag, az első két hónapban még szégyeltem is, amit csinálok. Most már nem. Most már tudom, hogy ez egy kőkemény szakma. Ezt nagyon meg kell tanulni. Ezt nagyon meg kell csinálni. Mert nincs más út, ahol ilyen horribilis összegeket lehet keresni, hogyha megnézitek, hogy hány ember van ebben az országban, aki beteg, aki problémás, akinek szüksége van pénzre. Akkor már csak fel kell kötnötök a nadrágot, és azt mondani, hogy igen, meg fogjuk szerezni ebből a 10 millió magyarból, vagy 8 millióan, kb. Annyian lehetünk még, abból azt mondjuk, hogy legyen alattunk csak 5000. Ha 5000 ember alattatok lesz, akkor nagyon jól fogtok élni. Megnéztétek, hogy hány ember van alattatok? Persze, az 5000 az 5-tel indul. Én nekem is így indult. 5 barátommal kezdtem az egész pályafutásomat, nem többen. De az 5 emberből lettetek most ti. Az 5-ből. És kb. 100-an otthon maradtak, de nekem nem ők számítanak, hanem ti. Mert ti eljöttetek hóesésbe is. Meg sokan utaztatok 100 kilométert is. Meg buszba tömörültetek, és sokba került. Tudom, hogy sokba került. Tudom, hogy sokba kerül egy képzés. Tudom, hogy sokba kerül egy kick-off. Tudom, hogy ez mind pénz. Tudom, hogy sokba kerül a telefon. Tudom, hogy sokba kerül az üzemanyag. De higgyétek el nekem, gyönyörök nektek, higgyétek el, ez mind megéri. Megéri, mert fordulni fog az arányosság. Először rohadt sok munka, rengeteg kiadás, kevés pénz. Így van? Így. Hazudnék, hogyha nem ezt mondanám. Utána mi történik? Utána rohadt sok munka, közepesen rohadt sok pénz. Ez a következő lépés. Lassan el fogjátok érni ezt a középső szintet. Utána pedig jön az, hogy a munkának a mennyisége és a minősége megváltozik, egyre kevesebb lesz és egyre jobb, és a végén mi történik? A végén egész kevés munkával iszonyatosan növekvő jövedelmetek lesz. De ehhez most át kell törnötök a tojáshíjat. Nagyon fontos, hogy minél gyorsabban törjétek át a tojáshíjat, ami az igazgatói státusszal kezdődik. Hogyha áttörtétek a tojáshíjat és az igazgatói státusz megvan, ott nem áll meg az élet. Sőt, ott kezdődik. Csak annyiból más igazgatónak lenni, hogy ugyanannyi munka, sokkal több pénzért. De csak akkor, hogyha ti azt úgy végzitek, ahogy az kell. Az első pár hónapban készüljetek föl, rengeteg csalódást fog benneteket érni. Rengeteg. Ez nem könnyű szakma. Az eleje nem könnyű.
De ha kidobtatok, akkor élvezni fogjátok. Nem kicsit, hanem nagyon. Sőt, a legvégén függővé váltok. Mert én először úgy indultam neki, engem egyszerűen két dolog csábított. A Kovács Péter ambaszádor úrnak a könnyei indítottak be, és azt hajtott igazából, hogy passzív jövedelemre hajtok. Én alapjában véve egy lusta ember vagyok, és azért nagyon vagyok nagyon sokat dolgozni, hogy minden hamarabb lustázhassak. És azt mondtam, hogy jó, erre van két évem, gyorsan megcsináljuk, aztán utána nyugdíj. Aztán rájöttem, hogy valóban anyagilag lehetne nyugdíj, mert el lehet érni két év alatt azt a szintet, amiből egész hátralévő életedbe elérsz, de utána függővé válsz, mert megszereted az embereket, ezt a munkát, az, hogy kiszélesedik a kapcsolati tőkét, az, hogy lesz benne autószerelő, lesz benne vágóhidas, lesz benne fodrász, lesz benne ügyvéd, lesz benne orvos, lesz benne színész, mindenféle ember lesz. És én szeretem ezeket az embereket. Rólatok beszélek, én szeretlek benneteket. Mert nagyon jó veletek dolgozni. És nagyon féltem mindegyik őtöket, hogy senki ne botoljon el, és senki ne maradjon le. Nekem nagyon fontos, hogy ti győzzetek. Sőt, én soha nem lehetek gazdag ember, és soha nem dőlhetek hátra, ha titeket nem tesznek egytől egyik gazdaggá. Ezért azt kérdezem tőletek még egyszer, miért tököltök? Miért nem fogtok bele, és csináljátok állatmódon? Tudom, hogy nem csináltátok állatmódon. Csinálgatjátok, csináljátok, de én a saját tapasztalatomat megosztom veletek, hogy amikor dolgozgattam, akkor nem kerestem belőle elegendő pénzt. Amikor kifogásokat kerestem, akkor szintén nem kerestem elegendő pénzt. És amikor elkezdtem komolyabbra venni a munkát, akkor utána elkezdtem valamennyit keresni, de azt mondtam, hogy ez nem lesz elég. És a legvégén mit csináltam? Na jó, akkor kapcsoljunk hiperfokozatra. És azt csináltam, hogy jó, akkor itt vannak még a hétvégén, még 30%-kal növelem a teljesítmény 40-nel. Valaki nemrégen mondta azt, hogy stréber. De jó gazdag stréber. Ugye? Tehát megéri. Mert azért 8000 eurót nem adnak csak úgy. Ugye? Azért meg kell dolgozni. Na de az a gyönyörű, hogy ez 1000 euróból indult el, és eltelt azóta 7 hónap. És hányszorosára növekedett? De ezért nagyon sokat kell tennetek. Rengeteget kell tanulnotok, és le kell győzni kit? Saját magatokat. Saját magatokat le kell győzni, át kell lépni a saját határaitokat. Bizony ezt meg kell tennetek. Ha nem teszitek meg, és nem győzitek a saját magatokat, akkor nem fogjátok elérni a célotokat. Mert ott van az egótok, akik törekszik a kényelmi zónára, ugye? Még akkor, amikor még nincs annyi a bankszámlán, hogy ezt megtehetnétek. Mert sokkal jobb itthon nézni a tévét, meleg van, kint hideg van, megint sok hülye emberrel beszélgetni, akik ugye majd fogják mondani a kifogásokat, hogy ezért nem jó, meg emelem, meg fúj, meg stb. Stb. Tudom, hogy kapjátok az évet. Én is kapom. A Kovács Péter ambaszador úr, tudjátok miért ambaszador? Mert sokkal több nemet kapott, mint ti. És elviselte.